Szeretettel köszöntjük kedves megjelent testvéreinket, vendégeinket. Este Isten tiszteletünket megkezdjük és énekeljük a 386-os számú ének. 386? Nem. 598-as számú énekünket, hadd tűnjön el földi gondom. 598. Köszönjük, jó atyánk, az erőt, az egészséget, az életet. Köszönjük, hogy van főpapunk maga Jézus Krisztus, aki esedezik érettünk bűnösökért. Kérünk, jó Istenünk, az esteli órában is fogadj bennünket oltalmadban, segíts, hogy itt létünkben megtapasztaljuk azt az isteni hatalmat, amely szent lelked által képvisel tégedet. Az estéli órában kérünk, jó atyánk, áld meg ígédet, ígéd megszólóit. Adjad, hogy a te ígéd megmaradjon a mi szívünkben, a mi elménkben, és a te ígéd által megteremhessük az örök életre való gyümölcsöt. Megkérünk, édesatyánk, látogass meg kedves betegjeinket, a te szent lelked által érintsed őket, és ha van még kegyelem részük, Istenünk, könyörülj meg rajtuk, és adjad, hogy visszatérjenek a te nyájadhoz, hogy együttesen tudjunk te néked hálát és köszönetet mondani. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgatsz, ezért áldunk és magasztalunk téged most és mindörökké. Amen.
Isten legyen áldva a szombat és az imádat előjogáért, és azért, hogy békében, nyugalomban megünnepelhetjük ezt a csodálatos napot, és mint mindig részünk lehet Isten áldásaiban, alkalmunk adódik arra, hogy az ő igéjét tanulmányozzuk, elmélyítsük a vele való kapcsolatot, és természetesen lehet, hogy a legszebb és legcsodásabb az egészben az, hogyha engedjük magunkat, hogy Isten lelke jellemünket lassan, de biztosan átalakítsa. Mielőtt felolvasnám, vagy lehet jobb lesz, ha felolvasom, és majd utána mondom azt, amit szerettem volna most elmondani. Az alapszöveg Korintusbeliekhez írott első levél, 7. fejezetének 29, 30 és 31. versekben található. Mielőtt elolvasnám, annyit megemlítek, aki csak ismeri a Korintus 7. fejezetet, tudja, hogy Pál apostol itt nagyon sokat beszél a házasságról, az özvegységről, hogy házasodjanak-e meg egyáltalán azok, akik özvegyek, vagy egyáltalán a hajadonok megházasodjanak-e, vagy sem. Különböző tanácsokat ad, és a 29. versben pedig az apostol ehhez kapcsolódva elmond egy olyan igazságot, amelyet most már általánosít, és elvi szintre emel. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért, akinek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. És akik vígadnak, mintha nem vígadnának. Akik vesznek, mintha semmiük sem volna. És akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak ábrázatja. Amint említettem, a 29. vers ugye kapcsolódik a 7. fejezet témájához. Viszont a következő két versben Pál apostol általánosítja, és egy általános elvet és következtetést vonhatunk le abból, amit a másik két versben mond. A 28. versben azt mondja, részben nagyon jól tudjuk, hogy Pál apostol tanácsa. Lehet tudta ő miért. Általában azt tanácsolja, hogy az emberek ne házasodjanak meg. Persze tudja azt, hogy nem bűn megházasodni. Tudja azt, hogy Isten az, aki a házasság intézményét megalakította. De a körülményeket figyelembe véve, látjátok, a 29. versben azt mondja, ezt azért mondom néktek, mert tudja azt, hogy az utolsó időben, és ő számára akkor az ő elgondolása és reménye szerint az az utolsó idő volt, Krisztus visszatérését remélte egyes igeversek alapján, hogy élve fogja meglátni, tehát az ő idejében fog eljönni. És ezek alapján Pál apostol, mivel tudta azt, hogy úgymond közel van az Úr eljövetele, tehát az idő közel van, ezért jó lenne, hogy minél több keresztény, aki megismerte az evangéliumot, hirdesse és továbbítsa másoknak, hogy minél többen megtérhessenek, és ők maguk meg biztonságban legyenek. Jó, ebből a megfontolásból indult ki az apostol. De bennünket újból ismétlem, az érdekel, az az általános elv, most elvonatkoztatva a házasságtól, attól az összefüggéstől, amelyben ez a tanács megjelenik. Olvassuk el még egyszer. Az apostol, mint említettem, a következő két versben általánosít. Azt mondja, hogy a 29. vers utolsó részét olvasom, azért, akiknek van és feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. Akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik vígadnak, mintha nem vígadnának. Akik vesznek, mintha semmiük sem volna. És akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak ábrázatja. Az apostol nem szélsőséges. Egyáltalán nem lehet azzal vádolni, hogy remete módon élte le életét, és ugyanezt javasolná mások számára. Ő az az ember volt, aki egész életét, energiáját, tudását az evangélium hirdetésére szánta. És az ő elképzelésében az volt, hogy az ő elképzelés az volt, hogy semmitnek sem és senkinek sem engedi meg, hogy visszatartsa ezen kötelességének az elvégzésében.
De ugyanakkor Pál apostol nagyon jól tudja, hogy valójában minden egyes keresztény, aki ezen a földön él, és ahogy Bölcs Salamon mondaná a Prédikátor könyvében, nem bűn az, hogyha örvend a családnak, nem bűn az, hogyha örvend a mindennapi életnek, munkád eredményének, a teljesítményeidnek, nem bűn ez. Jó dolog. Viszont soha, de soha az ember ne felejtse el azt, hogy ő mullandó, és minden, amit megvalósít, az mullandó, veszendő. Pál apostol különösképpen azt hangsúlyozza ki, hogy hogyan tanuljon meg a keresztény viszonyulni a földi javakhoz, a földi örömökhöz, a földi, mondjuk, kapcsolatokhoz, mert ettől függ nagy részben az üdvössége. És akinek az élet célja az üdvösség elnyerése, annak egészen másképp kell viszonyulnia a föld is, a földi értékekhez, a földi személyekhez, a földi kincsekhez, mint azoknak, akiknek egészen más az elvárásuk és az elgondolásuk. Úgyhogy az apostol általánosítani akarja, és ebből a tanácsából rengeteget tanulhatunk. A bevezetőben azt akartam mondani, mielőtt felolvastam volna az igeverset, hogy sajnos mi nem egyszer a kereszténységet eléggé felületesen tanultuk. Mi szeretjük, mint emberek, mint bűnös emberek a felületességet. A részben erre nem kell tanítani bennünket. Az iskolában felületesek vagyunk. Legtöbb ember a munkájának, munka végzésében felületes. És általában minden téren ránk emberekre jellemző a felületesség. És sajnos a kereszténységnek néha a legalapvetőbb, és a legszebb, legértékesebb, és a legnehezebb részeit valahogy nem akartuk megtanulni, nem is szeretjük kihangsúlyozni, néha lehet nem is értettük meg, néha nem is tartjuk ezeket fontosaknak, de higgyétek meg, hogy ezek azok az igazi dolgok, amelyek aztán minden egyes ilyen formai megnyilvánulásnak a kereszténységen belül értéket és értelmet ad. A kereszténységet nagyon felületesen fogtuk fel nem egyszer. És ennek megvan az eredménye. Lehet nyomon követni a keresztény világban ezt. Észre lehet venni. Ahogy gondolkozol, és ahogy megközelíted a kereszténységet, és ahogy megérted a kereszténységet, ugyanúgy fogsz élni is. És ez észrevehető. Valójában ez néha nem csak megtéretlenségünknek a következménye, részben annak is a mai felfogásunk, a mai életmódja a kereszténynek, és mindig általában, hanem tehát nem csak a megtéretlenségének, ez is hozzájárul, de ott van még az is, hogy nagyon felületesen közelítette és értette meg a dolgokat. Soha nem ásott a kereszténység mélyére, vagy nem akartak, mert hát kényelmesebb a felületen, a felszínen úgy elnézést a kifejezésért kapirgálni. Sokkal könnyebb, és beleakadni egy valamibe, és akkor azt úgy felemelni, és örvendén, hogy mekkora keresztények vagyunk. És Pál apostol szeretne itt is, és annyi igeversében, tanácsában bennünket az igazi értékekre megtanítani. Az apostol meg akarja értetni velünk ezekben a versekben, hogy a keresztényeknek, vagy nekünk keresztényeknek el kellene jutnunk arra a magaslatra, hogy életünknek az értelmét, és célját, és alapját ne a család, ne a szeretteink, lehet ismétlek itt, nem a földi kincsek, nem a megvalósítások, a sikerek, az egészségünk sem képezik, hanem kizárólag Isten, az Úr Jézus Krisztus. Mert abban az esetben, amikor ha bármit is elveszítünk, nem csüggedünk el. Tudjátok miért? Azért, mert nem ezekre alapoztunk. Fáj. Fáj az, ha az egészségemet elveszítem. Még jobban fáj, szinte megmagyarázhatatlan fájdalom éri az embert, amikor szerettei közül eltávoznak. Fájdalom az is, amikor az anyagiakat elveszíted. Fájdalom az, amikor sok-sok értékes dolgot elveszítesz. Viszont az, aki teljesen összeomlik ilyenkor, az akarva, akaratlanul azt bizonyítja, hogy életét ezekre alapozta.
és nem Istenre. Az Isten félő is tud sírni, mondja Pál apostol. Neki is fáj, ő is él ezen a földön, ő is átvészél a nehézségeket, de nem reménytelenül. Azért, mert végül az alap, amelyre épít, az Isten. Az az Istennel való mélységes kapcsolat. A keresztény számára az életnek értelme, célja és végső értelme pontosabban az nem más, mint az Istennel való kapcsolat. Ennek az ápolása, Istennek a megismerése. És Pál apostol ebből a szemszögből próbál ezeket a tanácsokat adni. Ő maga alkalmazta mindennapi életében, és biztos, hogy nem bánta meg. Emlékeztek, ki is kerestem itten az Erős Vár a mi Istenünk című versben. Hát a régi magyar szöveg egy kicsit másképp mondja, elolvasom mindkettőt. Azt mondja a Luther Márton, hogy kincset, életet, hitves, gyermeket mind elvehetik. Mit ér az ő nékik? Miénk a menny örökké? Valahogy a régi fordítás jobb, de elolvasom az új fordításba is az énekeskönyvünkből. Azt mondja, vegyék életünket, legdrágább kincsünket, csak hadd, hogy vegyék mind. Úgy sem nyernek semmit, az új föld nekünk marad. A reformátorok megértették azt, amit Pál apostol is megértett. A kereszténységnek az alapját, a lényegét. Mi az, amire az embernek törekednie kell? Túl a vallásos gyakorlatokon és formaságokon kívül ők megértették, hogy a kereszténységnek az értelme az, amikor Istenre építesz, amikor Krisztusra építesz, és ő képezi az életnek a célját és az értelmét. A többiek is ott vannak, a többiek is léteznek. És nagyon jól tudjuk, hogy igazából a többiekhez, legyen az család, legyen az szerelmes, legyen az anyagi javak, legyen az egészség, igazából a leghelyesebben csak akkor tudsz viszonyulni és értékelni őket, hogyha Istent értékeled és Istenre alapozol. De ez máshova tartozik most. Emlékeztek, Jób is el tudta mondani, és nem véletlenül tudta elmondani azt, amit mai napig is idéznek és szállóigévé vált, hogy az Úr adta, az Úr vette, az ő neve legyen áldva. Ugye? Ezt nem tudja elmondani csak az, aki szerette a gyermekeit, aki mondjuk örvendett a vagyonának, a becsületének, a tisztességének, örvendett az egészségének, de egyikre se alapozta az életét. Egyikre se. Hanem kizárólag Istenre. Azért tudta ezt elmondani. A csodálatos Zsoltár, erről már beszéltem, de ha minden nap elolvasnám, akkor sem tudnám megunni. Annyira csodás és szinte egyedülálló szavakat tartalmaz a 73. Zsoltárnak a 23. versétől kezdődően egészen a végéig. Elolvasom, lehet, nincs is felesleges minden magyarázat. Hallgassátok meg. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezem. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Ki csodán van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ími, akik eltávoznak tőled, elvesznek, mint kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. És a 28. vers, nézzétek, milyen csodás. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetet. Ugyanazt mondja, csak más szavakkal. De a lényeg ugyanaz, amit Pál apostol mond, amit Luther mond, hogy az alap az Isten. Minden veszhet. Itt a zsoltáros el van csüggedve azért és szavarja, hogy néha az igaznak nyomorultabb, nehezebb a helyzete, mint az istentelennek. És aztán megérti, hogy bármilyen nehéz is lenne, igazából a legfontosabb az megvan, és ez az Istennel való élő kapcsolat és közelség. És ha ez megvan, akkor minden értelmet kap. És a többieknek minden megvan, és még sincs meg semmiük, mert hiányzik a legértékesebb dolog. Szintén szállóigévé vált a keresztények körében Filippi 3:20, ami országunk a mennyekben. Honnét, ami megtartó Úr Jézus Krisztusunkat várjuk.
Tehát a mi országunk a mennyekben van. Vagy ahogy zsidókhoz írt levélben mondja, hogy nincs itt maradandó országunk. Vagy Lukács evangéliumában, mikor azt mondja az Úr Jézus Krisztus, szintén ezt az igazságot próbálja kihangsúlyozni más kifejezésekkel. Ha valaki nem gyűlöli kit, emlékeztek, mit mond? A családtagjait. A szeretteit nem gyűlöli meg. Akkor nem méltó az én követésemre. Ha valaki bárkit, vagy bármit, Istennél jobban szeret, akkor Istenhez nem méltó. Egy versből egy részletet szeretnék felolvasni, amely eléggé szépen bemutatja azt, hogy mennyire nevetségesek vagyunk mi. Valahol Vörös Sándor azt fájlalja, a versben többször meg van említve, nem fogom felolvasni az egészet, azt, hogy az ember, ő így fejezi ki, azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír megöregedni. És a lényeg az, hogy nem jön meg az esze. Vagy ellenben nem fejlődik, nem növekszik, nem talál rá az értékekre. Telik az élete, elmúlik az a hóbortos ifjúság is, mégsem találja meg az igazi értéket. Hanem még mindig öregkorában visszasiratja az ifjúság butaságait és szeszélyeit. És a vége fele azt mondja, a vers címe az, hogy parainesis, ez valami latinul van, a szónak a jelentése buzdítás, vagy útbaigazítás, vagy felszólítás, de inkább buzdítás. És annyi édességet át az élet, hogy síralmas elszakadni tőle, de ha gyönyör lenne is fenékig. Kívánnád, hogy turkálva, röfögve vakarózhass benne mindörökre? Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, jól figyeljétek meg, de szerény, de koldus lett a vágyad. Hajdanában a tökére vágytál, ma a boldogsággal is beérnéd, és még ezt se képzeled nagyobbnak, mint hogy bendőd bírja marcsa főztjét, és ágyékot bizseregni tudjon, s legyen életedbe holmi limlommi tiédnek, birtoknak becézhess. Isten vendége vagy a világon. Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, s ott békében nyújtoznál örökre. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Mire rátapint a lényegre. A keresztény. Nek kellene fejlődnie, kellene növekednie, kellene az igazi értékeket elsajátítania. Mennyire találó ez a hasonlat, hogy az ember ott az előszobában letelepszik, és ott nyújtózna örökre. Nem szeretne tovább menni, nem szeretne növekedni, nem szeretne fejlődni. Pedig a kereszténység pont erről szól. Nemrégiben, mikor valamelyik témáról beszélgettünk, emlékeztek, megemlítettem azt egy délután az akarattal kapcsolatosan, hogy a pszichológusok, egy magyarországi pszichológus azt mondta, hogy az ember 20-30 évig él, és aztán meghal, és utána már csak szokásaiban él. Addig vagyunk emberek igazából, ameddig változunk, ameddig akarunk változni, ameddig javulunk, ameddig fejlődünk, mert ha nem, akkor utóvégül az életnek nagy értelme és sok értelme nincs. És mielőtt befejezném, mert már elég sokat beszéltem, visszatérek az alapszövegre, egy pillanat erejéig, és csak úgy röviden elemezzük, anélkül, hogy sokat beszélnék, a 25 és 26. verseket. Hoppá, nem, elnézést kérek.
a 30 és 31. verseket. Pál apostol azt mondja, és akik sírnak, mintha nem sírnának. Mit akar mondani? Azt, hogy akit nem a föld köt le. Vannak nyomorúságok, fájdalmak, veszteségek, válságok a mindennapi életben. De nem reménytelenül sír. Nem reménytelenül sír. Mert ő másra alapozott. Sír, de még sincs elkeseredve. Még sincs összetörve. Még sincs kiütve. Sír, de mégis olyan, mintha nem sírna. Mert másképp fogja fel a dolgokat, másképp viszonyul a dolgokhoz. Mert tudja azt, ahogy az utolsó vers, a 31. versnek az utolsó része múlja, mert elmúlik-e világa ábrázatja. Tudja azt, hogy amit most sírat, azt úgy se tarthatja meg örökre. Akkor, és akik vígadnak, mintha nem vígadnának. Normális, hogy vannak örömök. És Isten boldogságra teremtett az embert. És jó, hogyha vannak örömteli pillanatok életünkben. De az apostol azt akarja mondani, vigadj, örvendj. Az életnek, az áldásoknak, az egészségnek, a szépségnek, a mindennek. De soha ne felejtsd el. Hogy nehogy véletlenül abba a tévedésbe, zsákutcába esél, hogy hát ezekre az értelmetlen, mullandó dolgokra, bizonytalan dolgokra alapozzad életedet, és nehogy véletlenül ezek legyenek életed célja és értelme. Azután azt mondja, akik vesznek, mintha semmiük sem volna. Hát persze, nem lehet ezen a földön élni, anélkül, hogy ne nyúljál az anyagiakhoz. Muszáj venni, muszáj öltözködni, muszáj enni, muszáj lakni valahol, mindenre szükségünk van. De nem szabad ezekhez véglegesen kötődni, nem szabad képezzék életünk értelmét és célját, hanem csak Isten, kizárólag Krisztus. És akik élnek-e világgal, mintha nem élnének. Éljél, zsidókhoz írt levél, 11. fejezet, 13-tól 16-ig terjedő versekben. Azt mondja, vándorok. Csak átmenetileg vannak itt. Itt élnek ebben a világban, és muszáj törjék a fejüket a mindennapi dolgokkal. De soha egy pillanatig sem, mondja Pál apostol, ne felejtsék el, hogy a világ ábrázatja elmúlik. Ne cserélje fel az ember az értékeket, és ne próbáljon úgy viszonyulni a mullandóhoz, és ahhoz, amit így sem úgy sem tud megtartani, mint ahogy kellene viszonyuljon az igazi, múlhatatlan értékekhez, Istenhez, és a vele való kapcsolathoz. Mert hogyha felcserél ezeket a dolgokat, akkor elveszít mindent. Ha Pál apostol tanácsát követjük, akkor nem veszítünk el mindent. Veszíthetünk ezen a földön sok mindent, de viszont az igazi megvan. Úgy se tudjuk megtartani azt, ami mullandó. Viszont megtarthatjuk az, ami nem mullandó. És mennyire buták vagyunk néha, hogy mégis csak a mullandóért vagyunk oda. Utóvégül minden napjainkat elnézést, ezek nek a mullandó dolgoknak a hiánya, vagy ezeknek a sérülése, vagy ezeknek a elvesztése, az, ami szomorúságot okoz nekünk. Bennünket, keresztényeket, bárki legyen az, mikor megkérdezzük egymást, mikor érdeklődünk egymás sorsa felől, hogyha valaki boldog és vígkedélyű, akkor annak megvan az oka. És ha utána nyomozol, akkor rájössz, hogy mi az oka. Kis értelmetlen, mullandó dolgok. Akár több a pénz, akár született egy gyermek, akár szerelmes lett, vagy akár megházasodott, vagy akár nyert valamit, vagy akár lett egy jó munkahely. És hogyha el vannak keseredve, ha el vannak kelődve, és hogyha az életkedvük elment, ha jól utána nyomozol, akkor mi is az oka? Szinte ezek a nyomorult, mullandó dolgok. Ritkán hallani, vagy lehet soha, hogy el legyünk csüggedve azért, mert hát nem sikerült. De nem a vizsga, vagy más, hanem nem sikerült bizonyos értelemben elérni egy kitűzött magaslatot a jellem tekintetében. Nem vagyunk sokszor elkeseredve azért, mert nem vagyunk olyanok, mint Pál apostol, vagy olyanok, mint esetleg János, vagy Kereszt, vagy bárki,
bármelyik hithős, ezért nem nagyon szoktunk elcsüggedni. Fogadjuk meg Pál apostol tanácsát, és próbáljunk növekedni. Próbáljunk tudni megöregedni. Próbáljunk fejlődni jellembeileg, és próbáljuk megtanulni, hogy az igazi alapokra fektessük életünket. Hogy életünknek értelme legyen. És hogy az életünk, és jövő, hogy mondjam, örök életünk biztos alapokon legyen. Hát a jó Isten segítsen meg, biztos ez egy nehéz folyamat, nehezen tanulunk, de megéri így viszonyulni és így közelíteni meg a kereszténységet. A jó Isten nagyon sikert mindnyájunknak e tekintetben. Mondjam ámen, és akarok még mondani valamit, de ez már máshova tartozik. Ha nem esik nehezetekre. Délutánra elkészítettem János apostol első leveléből egy olyan dolgot, amely sokat, legalábbis az imaórán foglalkoztatta a testvéreket, igaz, engem is foglalkoztatott, a bűn fogalma ebben a levélben. És hogyha délután át fogjuk venni, lehet, egy kicsit hosszabb is lesz, megkérlek benneteket sokat segíteni nektek, és nekem is, de különösen nektek, az, hogyha elolvasnátok öt fejezet, el lehet olvasni a második Jánost is, harmadikat is, de különösen az elsőt szeretném, hogyha elolvasnátok, eléggé rövid, el lehet olvasni hamar, de szeretném, hogyha esetleg több időt szánnátok, és egyszer, kétszer, többször elolvasnátok, mert szeretném, hogyha együtt jobban megérteném, mert a célom az, hogy ti is értsétek meg úgy, ahogy legalább úgy, ahogy én megértettem. Thank you.
Kedves testvérek, este Isten tiszteletünket befejezzük. Keressük meg a 493-as számú énekünket. 493. Itt mind mi jó. Kölcsönként szavékünk, emléket nőjét, csak múló déli bán, a földi kincs, mely megkönözi szívünk, ott szomszéd, ha látjuk új hazánk. Száj nekem, a vágyakon van elszáll. Ó, egyre áll, mit földi útam áll, míg jöjj a nap, és látja mondod ország, hol megváltó. Istenünk, hálásak vagyunk neked a te ígédért, a te felhívásodért, figyelmeztetésedért. Köszönjük azt, hogy újból és újból meg akarsz tanítani bennünket arra, hogy az igazi értékeket keressük életünkben. Amen. Az igazi érték nem más, mint megismerni téged. Amen. És az Úr Jézus Krisztust, ami megváltunkat. Add, hogy minél jobb és bizalmasabb kapcsolat alakuljon ki köztünk és te közted.
Add, hogy erre alapozzuk életünket, és ez képeze életünk értelmét és végső célját. Köszönjük, hogy a mullandókból is megajándékozol és megáldoz. De köszönjük azt, hogy nem kell ezekre alapozzunk, hanem a biztos alapra, az Úr Jézus Krisztusra, az üdvösségre alapozhatunk. Add, hogy így tudnánk gondolkodni. Add, hogy segítségeddel elérjük ezt a magaslatot. Amen. Elnézést kérek, de eszembe jutott egy vers, amit szeretnék elmondani, hogy ezt a célt hogy érhessük el? Kell. Olykor olyan nehéz lelkem a teher, de menni kell, vinni kell, cipelni kell. Éjszaka van, csend. Az emberek alusznak. Sokszor jó volna letenni a terhet, de sátán Isten zászlaját, a lelket összetépi. Olykor olyan jó volna kísérni magam, de lelkemre kell szedni új gondokat, új lelkeket, sírni nem szabad. Olykor olyan gyenge vagyok, úgy kellene vigyáznom és félnem, hogy elesek, de lelkemre kell szedni új gondokat és új lelkeket, és dalolni szívesen. Jó volna, ha gyávának mondanának. Jó volna a nyugalmas alázat. De hősnek kell lenni, mert gátak szakadnak, s égnek a házak. Az Úr küld őrnek, papnak, hősnek, orvosnak, katonának. És menni, vinni, cipelni, de énekelni kell. Thank you.